Több száz csontmintát vettek az osszáriumban őrzött koponyákból, most pedig visszaszállítják a csontok nagy részét Székesfehérvárra a Magyarság Kutató Intézet munkatársai. Legjobb minőségű DNS az emberi csontvázban, az a koponyában őrződik meg. Két helyen is van nagyon jó minőségű DNS, amit ki tudunk nyerni. Egyrészt a foggyökérnek a zománc rétegében, illetve a sziklacsontban, ami itt a halójárat körüli csontokat jelenti. Itt ezen a területen kell egy kis lyukat befúrni, és onnan lehet a jó minőségű DNS-t őrző csontport kinyerni, és abból tudjuk kivonni a DNS-t. A jelenleg elérhető legmodernebb molekuláris technológiát építették ki a szegedi laborban, amivel teljes örökítő anyag sorrendet tudnak leolvasni, akár 2000 éves csontmaradványokból is. Az osszáriumból vett mintákból két árpádházi személyt azonosítottak a Magyarság Kutató Intézet kutatói. Az is bizonyítást nyert, hogy Fehérváron temették el Halicsi Endrét, vagy más néven Halicsi András herceget, amiről eddig nem szóltak az írásos források. Az osszáriumban találtuk meg a DNS adatok alapján őt, tehát Fehérvár volt, ahova eltemették Halicsi András herceget, és így még egy nagy hozadékára szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nem csak azok az uralkodóknak várhatjuk a DNS adatait és a személyazonosságát, akit eddig tudtunk Székesfehérváron, hanem pont András herceg mutatja meg, hogy még több árpádházi uralkodó sírhelye, nyughelye is lehet Fehérváron. Emellett már most bejelenthetem, és be is jelentettük, hogy másik két árpádházi uralkodót is már azonosítottunk a leletanyagból. A minták kiértékelése folyamatos, és a molekuláris biológiai lépések zajlanak a már mintavett csontmaradványokból, tette hozzá Neparászki Endre. Az osszárium kutatásának előzménye volt, hogy Kásler Miklós kezdeményezésére az Országos Onkológiai Intézetben meghatározták harmadik Béla csontjaiból az árpádok genetikai állományát. Ezt tette lehetővé a Székesfehérváron nyugvó maradványok, valamint a győri Szent László erekje, illetve Tihanyban Első András csontjainak vizsgálatát is. Új távlatokat nyitott gyakorlatilag ez a vizsgálat, hogy most már olyan adatok is rendelkezésünkre állnak, amelyek írott források szempontjából eddig nem, és olyan új, számunkra új személyeket is azonosíthatunk az osszárium csontjai között, akikről eddig nem tudtunk, hogy netán Székesfehérváron temetkeztek. A koponyákat 3D-szkennerrel digitalizálják, így biológiai arcrekonstrukció is készülhet. A modern eszközök segítségével pedig hamarosan egy virtuális térben együtt sétálhatunk az árpádházi uralkodókkal a fehérvári nagyboldogasszony bazilikában.